A reggeli futáson már túl vannak a dzsúdósok, hamarosan kezdődik a délelőtti technikai tréning, orrfűnedző táboroznak a PVSK sportolói. Állóképességünkön nagyon-nagyon sokat segít szerintem, meg igazából így a közösségen is segít a tábor. Ez az idei év, ez egy kicsit ugye a koronavírus miatt kicsit rizikósabb volt. Nem voltunk túl sok versenyen, idén még lesz egy magyar bajnokságunk, és oda készülünk. Hát igazából eredményeket szeretnék elérni, de olyan komoly szintre nem szeretnék menni, mint például olimpia vagy ilyen nagyobb versenyekre. A sok fiú mellett tehetséges lányok is keményen készülnek az edzőtáborban. Nagyon jó szokott lenni mindig a társaság, nagyon szoktuk élvezni. Az erőnlétet itt nagyon szoktuk fejleszteni, tehát hogy minden nap érezzük. Nagyon jó szoktak lenni, szeretem. Igazából megszoktam, sőt most ahhoz képest sokan vagyunk lányok. Tavaly szintem egyedül voltam, szóval jó lesz így. Idén alig voltak versenyeink ugye a vírus miatt. Most se tudjuk még pontosan, hogy mi lesz a következő, főleg, hogy jön a negyedik hullám. Majd meglátjuk, készülünk mindenképp. Veronika Kaposvárról igazolt Pécsre, ez az első edzőtábora orrfűn. Igazából nekem most ez az első, mert eddig Kaposváron voltam, de nagyon tetszik, meg nagyon jó. Hát a reggeli futás az úgy kimaradhatna, de kell, úgyhogy jó. Az előző szezonban volt igazából a nagyobb verseny, az a Budapest Kupa volt, ott viszonylag jól szerepeltem, ott második lettem. Aztán volt az OB, a junior, arra felversenyeztem, ott ötödik lettem ott. Aztán utána volt ugye a serdülő OB, ugye ott is mentem, ott hetedik lettem, sajnos, vagy nyolcadik? Hát igazából az első meccsen sajnos kiestem, úgyhogy nem volt több meccsem. Aztán, még volt Kaszóban ilyen régiós verseny, de az ilyen régi, tehát az nem volt ilyen fontos, ott első lettem. Ez egy alapozó edzőtábor itt ebben a szép környezetben. Ugye minden évben itt a klub orrfű a Kistónál fogad minket, aminek nagyon örülünk, ez tényleg egy különös lehetőség, hogy ilyen szép helyen és kiváló környezetbe tudunk edzeni. Itt igazából az erőnléti edzések, ami igazából hangsúlyt kap. Futásokkal kezdünk minden reggel, reggeli torna, illetve napközben van egy hát ilyen dzsúdós edzés, illetve utána erősítést csinálunk, meg hát ugye itt van ez a szép tó, amiben le tudjuk hűsíteni magunkat. Szerencsére jó időnk is van, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó alkalom nekünk. Szeptembertől indul a versenyidőszakunk, az őszi versenyidőszak, és akkor lesznek a magyar bajnokságok, korosztályos magyar bajnokságok, és hát ezt szeretnénk előlétbe megalapozni, hogy ott minél jobb eredményeket tudjunk elérni. Az igazi judó munka az majd csak augusztus végétől kezdődik, akkor kezdünk kicsit így a technikailag becsiszolódni a versenyekre. Kenderesi Péter nem csak orrfűn, hanem a PVSK judó termében is készül az augusztusi rigai ifjúsági Európa-bajnokságra. A versenyző a saját korosztálya magyar bajnokságát megnyerte, ráadásul a 4 évvel idősebbek között is döntőbe jutott. A csapattársaknak most az a feladatuk, hogy segítsék a válogatott sportoló felkészülését. Most az ifjúsági Európa-bajnokságra készülök. Most éppen egy technikázó edzésnél tartunk, utána megyek le orrfűre a táborba, ott valószínűleg egy erősítős programom lesz. Augusztus 14-én utazunk ki, ez egy szombati nap, és csütörtökön lesz az én súlycsoportom. Hát igazából így elvárás nem tudok magam felé mondani, hanem amit tudok, azt csináljon meg.